Sziasztok! Ma folytatom a Total War Roma 2 Rise of the Republic zsoldos kihívásos végigjátszásom a Syracuse-val. És itt maradt abban, hogy megtámadtam Terina városát, amit el is kell foglaljak. Plusz ugye... hadra kerültem Tarkunával is. És hát ellenük is megy keményen a harc. Rendben, ugye létre kéne hozzak még egy sereget, csak nagyon kevés a zsoldos jelenleg. Ám bár a játék beadott egy csapat veterán szamnitát, plusz ugye jönnek a paritjások Kartágóból. Csak hát elég messze vannak. De a lényeg, hogy jönnek lassan. Rendben. A Nuragi konfederációnak mindössze egy területe maradt. Rómának ugye van néhány területe, van egy vazallusa is, plusz jó néhány ellensége, de a területe az szintén van néhány, nem olyan sok. Tarkunának, ha minden igaz, talán több területe van, bár nem úgy néz ki. Hát na mindegy. Legyen bármennyi területe a népeknek, a végén az enyém lesz az egész. Oké. Igen, várjunk. Igen, ide ugye felvettem némi zsoldost, ha ezek itt megtámadnának. De szerintem meg fognak támadni. Ha nem, akkor én támadom őket, mert ugye le kell győzzem őket, és... le kell szereljem ezt a sereget. Most nézem, az etruszkán nehéz hoplita 126-os páncéllal, 102 melee defense, 50 melee attack, 36 fegyvererőség. Wow. Az nagyon komoly. Ja, erősebb mi... ha nem számolom a bónuszokat, ha minden igaz, akkor erősebb, mint a spártai hoplita. Ám bár a spártai hoplitának 10 ponttal nagyobb a rohamozása, meg plusz jobb a morálja, vagyis jóval jobb a morálja. 140-es morálja van a spártai hoplitának a különböző bónuszok miatt is. Alapból lenne 135, nem, mert valami bónusz még rászámol. A lényeg az, hogy nagyjából a spártai hoplitáim megtörhetetlenek, szóval mind halálig harcolnak. De ja, valójában az etruszkán nehéz hopliták azok, ahogy elnézem, elég komolyak. Majd ugye nagyon jó lesz izével harcolni, vagy játszani Tarkunával. És gondoltam, hogy megtámadnak. Várjunk, a városi flotta az nincs meg. Igen, mert ugye még azt hiszem nincs átépítve a kikötő. Itt van ugye az Umbrian Defenders, ami egy nagyon erős védekező egység, de kb. Csak annyi. Na jó, hadd jöjjenek. Enemy reinforcements approaching. Szóval ez az egység tud rejtőzködni bárhol.
vagy igen, stalk. Igen, bárhol tudnak rejtőzködni. Az jó amúgy, Nuragic Warriors. Ó, hadvezér az nagyon elő van. The enemy general is dead. Az szép. General! Spearmen, at the ready. Orders understood. Advance at speed. Slingers! Understood. We will pierce their hearts! Double down! Our hidden units have been discovered. Slingers! Slingers, by your command. Your orders. Hoplites! Hoplites! Fort Phalanx! Wow, sziasztok, csúnyán mészárolnak. Oké, a három csapat Nuragickal teljesen körbe megyek. Battle!
Spears ready. Order them. Your orders. Loose. Spear. Into square. Slingers. Okay, na izé jön a hadvezéri testőrség, ugye? Ugye nagyon jók ezek az etruszkán nehéz hoplidák, de hát a paritjások simán kinyírják őket. Na ja, valahogy ez a probléma a játékban ugye az életerőrendszerrel. Hogy legyen egy egységnek bármilyen páncélzata, minimum egy életerőt sebezni fog egy paritjás. És ugye lassan, de is megölik. Pedig jó, persze nem azt mondom, mert nem, ugye arcon találhatja például a kavics ugye az etruszkán hoplitát, nem az. Csak hát azért kicsit rossz az, mikor ugye egyik hullik a másik után. Valahogy nekem az ugye egy kicsit rosszul néz ki. Menno Vitalia. Mondjuk közelharcban az etruszkán nehéz hoplita szerintem az brutális. We have discovered the enemy's hidden units. We will pierce their hearts. Battle. Our general is under attack. Archers. Fire at will. Commander, as you command. Ready. Quick march. General, hold charge. One of our units has used all its ammunition. Scrappers, ready! Spears! Double time! Melee, warriors! Double time! Ready! Warriors, over! Men of Italia! One of our units has used all its ammunition. Flee the field of battle. This is a shameful display. Ready for orders. Hit the ready. Archers. Melee. Okay, fel fogják adni a harcot.
Na erre meg elfutnak. The enemy general is dead. Oh, AI, gyerünk már. Oké, okay, nagyjából ennyi. Valójában egész jól harcoltak, csak hát az én zsoldosaim ugye, meg volt egy csomó íjászom. Valójában, hogyha nem lettek volna íjászaim, akkor még nagyban menne a harc, de hát voltak. Oké, okay, ez érdekes. Nem gondoltam volna, hogy megindítja a támadást. Enemy reinforcements approaching. We have been so many times before. Spearmen ready for orders. Missiles ready and ready. An entire unit has perished. Commander! We await your command! An entire unit has perished! Orders! Commander! Orders! Yours to command! Fire on the enemy! Ready and waiting! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ready for orders. Form phalanx now! Burn your prey! Kill them! An entire unit has perished. Lovas előcsatározók. Slingers! Loose!
Ja, rengeteg lovas előcsatározó az fog veszteséget okozni. Mondjuk a lovas előcsatározóknak sok lőszere nincsen, de azért sok hoplitát kilőnek. Remélem hamarosan kifogynak. Ez az egység kapja nagyon. Ammunition. Deadly missiles ready. Fire on them. Hoplites! Ready and waiting. Quick march. Hoplites ready. Battalion swordsmen. Our units has used all its ammunition. Slingers! Balearic slingers! Battalion swordsmen! General, orders understood. At your service. One of our units has used all its ammunition. Missile infantry. Spears ready. We await your command. Attack ready. Yes, Commander. Slingers! Get them! Any of them! We'll kill them all! Hoplites ready! Warriors! Ready! What curse you! Battalion swordsman! By your command! Hack them down! Strike one! Strike one! Spearmen at the ready! Balearic slingers! Cavalry! Warriors ready! Follow me! Commander! The double! Battle ready and eager! Spear infantry at your command!
Orders understood. Understood. Report glory! Operatives, ready! Yours to command. Mounted warriors! Get running! Warriors! Operatives! Hang them down! Ready and waiting. Spearmen at the ready. Okay, hogy elnézem, feladják. Oké, azt hiszem ennyi volt. Jó, egész jó volt. Az előcsatározó lovasság, ami ugye problémát okozott, vagy nagyobb veszteséget. One of our units has used all its ammunition. Még ugye a menekülőkből kéne intézni. Annyi az egész ugye, hogy közelharcban az ellenséges egységeknek semmi esélye nincs a veterán hopliták ellen. Vagy ugye, ne, vagy Silera Roy hoplita, de valójában ugyanaz, mint a veterán. Amúgy jó, hogy megtámadtak, mert így Cosentia teljesen védtelen maradt. És nincs élelmük sem, szóval a városi őrség is gyengébb kell legyen. Szóval iparból ugye 10%-kal kevesebb 4 körön keresztül, de kaptam 4000 dénárt. Az úgy oké. Okay. Mert ugye segítettem a masszaliaiaknak. Van mercenary bruti veterán. A Brutus ház ugye. Cannot do that. To victory! We cannot wipe them out! Yeah! What? Ready for battle! Yeah! Make haste, men! Commander! Ó, várjunk, a városnak valójában nem is volt városi őrsége. Az úgy érdekes. Mert ugye, ha minden igaz, ezt elfoglalta egy barbár frakció, és az AI meg visszafoglalta, de nem építette át a főépületet. Ha, érdekes.
Kartágónak 10.040 dénára bevétele. És az épületek még... a fele, úgymond az épületeknek, még csak kettes szinten van. Oké, esetleg valami képesség, ami erősíti még a csapatokat. Mondjuk van ez ugye, plusz 3% weapon damage és missile damage. Jelenleg ugye weapon damage 27-36, 29-40, ha ezt aktiválom. 33, 39, 31, 43. Ja, az valójában egész jó extra bónusz. És ugye Anaxos pedig megkapta ugye a karrierjének az utolsó szintjét, ami ugye Arkont jelent. Rendben, ugye Syracuse-ban 6 kör és elkészül a izé, elkészül a... Tudnék küldeni izét, expedíciót. Nincs pénz. Miért nincs pénzünk? Na mindegy, akkor küldök a következő körben expedíciót. Megjöttek a hirpinik. Oké. Nem mintha nekünk az most probléma lenne. Thank you.
rendben, küldjek akkor ugye expedíciót. És el kéne foglalni Krotont is. Már van két csapat Samnita veterán, az jó. Hogyha nem ad be a játék lukániai veteránokat, akkor ugye felveszem a Samnitákat. Más választásom nem igazán van. Elvesztettem egy csapat lukániai veteránt. Oh, wow. Azt azért nem gondoltam volna, hogy pont lukániai veteránt fog benyúkolni a játék. És ugye ezzel nagyjából a frakciónak valójában vége van. Mondjuk még mindig jobb, hogy lukániai veteránt veszítettem, és nem spártai hoplitát. Nagyon megnőtt a izé. Nagyon megnőtt a csapatok fenntartása. Nem tudom miért. Lehet annó volt valami bónuszom? Ja, szerintem az. An offer. Megjöttek a szikéliánok. Hűha, lovasíjász, meg hippiusz. Oké. Bár a városi őrségben ugye szicíliai peltaszták és elit hopliták vannak. Meg, pont itt van ez a csapat. Persze pont, hogy nem érek be, miért is érnék. Oké, legyen erről ötletet menet. Van krétai jász, de nincs spártai hoplita. Ready for battle. None will escape. És ha minden igaz, ezzel vége a frakciónak, mivel több területük nem maradt. Thank you.
Rendben, ugye itt nagyjából a városokban van, vagy lesz hamarosan városi őrség. Ja, igen, akkor le kell cseréljem a izét, az egyik paritjást krétai jászra. Ja. Ready for orders. At once. És remélem, hamarosan a játék bead ugye egy csapat spártai hoplitát, ugye le kell cseréljem ezt a Szilleraroy hoplitát, plusz kéne egy újabb csapat lukániai veterán. Mennyi a technológia fejlesztésem? 202%, az jó. Az szép volt. Az még szebb volt. Wow. El tudnám foglalni Herakleját. És el is foglalom. A következő részben. Nem lesz nehéz ugye elfoglalni, sőt automatikázás lesz, mivel ugye csak egy átlagos városi őrség van. Ja. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!